Jelige nincs, de van. 72. október, szeretném megtudni, mi történt a húgommal. Miért fontos neki a szerda? Mi az 5 óra körül? Akkor jött ki egy estéskolából. De nem szerda volt. Szerdát említett, szünet, 5 óra körül. Tehát a szerda az külön van, és az 5 óra körül is külön van. Ő nem akart még elmenni, ez teljesen biztos. Ez biztos. Azt mondja, hogy a véletlen, ami nem volt véletlen. Rosszkor volt, rossz helyen, rossz időben. Biztosak vagyunk benne. Mit jelent ez? Más tehet a haláláról. Férfit mutogat. Gyilkosság? Félünk tőle. Gyilkosság történt? Nem tudjuk. Gyilkosság történt. Mit tudtok ti a történetről? Szinte semmit. Hogy jött a hír? Nincs meg 22 éve. Nincsen meg 22 éve, és nem tudunk róla semmit. Hát akkor szerintem te fölkeresel engem. Ajándékba adom a lehetőséget. Köszönöm szépen. Pisti majd odaadja. Köszönöm. És beszélgetünk. De egy gyilkosság történt. És a csontjait szana szétszórva látom. Tehát, hogy föl lett darabolva. És nem lesz meg sosem. Tehát beszélgetek veletek, tehát kaptok egy ajándék alkalmat. Miért mond egy Laci nevet? Ő hány éves volt akkor? Miért mond egy Laci neved? Ő egy olyan személy, akiről hallottunk már, ugye? Nem, a testvéred olyan személy, akiről már hallottunk. Köszönöm. Nem hagy békén. Miért mutogat magán egy fekete ruhát? Az utolsó fényképen is így van. Hol a mikrofon? Tehát az utolsó fényképen is így van. Hát... Barna hajú? Igen. Hoztam egy fényképet, amúgy, mert éreztük. Kettő férfi a gyilkosa. Igen. Nekem megmutatta álmomba. Erőszak volt. Igen. És gyilkosság volt. Igen. És azt hitték, hogy elvitték külföldre. Igen. De nem. Itthon van, és föl lett darabolva. Igen. És hol van a holttest?
ahova nincs holtest, maradvány van. Hogy marad. Van, szét van szórva. Közel van. De beszélgetünk majd. Köszönjük.